Balassa gyarmat, a legbátrabb város Civitas Fortissima, az ország északi részén az Ipoly folyó mellett a Nógrádi medencében fekvő 18 ezer lakosú határváros. Közúton 80 kilométerre van Budapesttől, egy órányi autózással elérhető a 2 A és a 22-es úton. Kereskedelmi és kulturális téren jelentős szerepet tölt be Nógrád megye északnyugati részének életében. Oktatási és közművelődési intézményeivel, egészségügyi szolgáltatásaival, hivatalaival, üzleteivel, rendezvényeivel a kistérség központja. Vonzáskörzete a Cserhát északi részének falvaitól a Börzsöny nyugati lábának településein keresztül az Ipoly völgyig terjed, sőt, történeti és földrajzi okokból átnyúlik az országhatáron a Szlovákiához tartozó, de jelentős részben magyar ajkú területekre is. Balassa gyarmat kedvező fekvésének köszönhetően már jóval a honfoglalás előtt lakott hely volt. A vidéken már a rómaiak idején fontos útvonalak futottak át, melyek Pannóniát az északi és keleti területekkel kötötték össze. Balassa gyarmat nevét a 7 honfoglaló magyar törzs egyikéről, Kürt gyarmatról, valamint a Balassa családról kapta. A balassák ősének IV. Béla király adományozta a települést, amely a 15. századtól már mezővárosi ranggal rendelkezett. 1663-ban a török hódítók a földdel tették egyenlővé. A balassák a Zichy családdal összefogva csak negyed század múltán tudták felvidéki szlovák földművesekkel újra telepíteni. A két birtokos család a 18. század közepétől adómentességet adott a betelepülő görög, illetve a szerb és a zsidó kereskedőknek, a német iparosoknak, valamint a vármegyei katonai toborzások, verbuválások sikerét elősegítő muzsikus cigányoknak. A 19. század közepére a város népességének csak mintegy harmada magyar ajkú. A város leggazdagabbjai a görög, illetve a szerb kereskedők, a pénzkölcsönzők közül kerültek ki. A 19. század közepén a lakosság 40%-a izraelitának vallotta magát. 1790-től jogilag is Balassa gyarmat lett a megye székhelye. 1835-re elkészült a megyeháza impozáns épülete, háta mögött, ahogy akkoriban országszerte szokás volt, a börtönnel. A 19. század végétől az első világháborúig tartó időszak a nagy építkezések kora. Ekkor épült többek között a megyei közkórház, az egykori kaszinó, a mai Ipoly szálló, az új posta, a megyei bíróság, a korabeli pénzügyi palota, a mai rendőrség, a Magyar Királyi Állami Főgimnázium, a mai Balassi Bálint Gimnázium, a Magyar Királyi Honvéd laktanya, a Palóc Múzeum, a Polgári Iskola, az új Nemzeti Iskola, a mai Szent Imre Általános Iskola és Gimnázium. Ugyancsak ebben az időben épültek a város korabeli jómódú polgárainak villaszerű magánlakásai is, melyek a város arculatát, építészeti jellegét máig jelentősen befolyásolják. A gyorsan növekvő lakosságú megyeszékhely igazgatási, kereskedelmi és pénzügyi központja lett a megyének. A világháborút követő trianoni béke véget vetett a fejlődésnek, a város elvesztette vonzáskörzetének nagy részét. Ez ellen még bátor polgárai sem tehettek semmit, akik 1919. januárjában kiűzték a megszálló cseh csapatokat, kiérdemelve ezzel a Civitas Fortissima,
a legbátrabb város címét. Ennek emlékét a vármegye házával szemben felállított Civitas Fortissima szobor és a városháza oldalán elhelyezett emléktábla is őrzi. Az eklektikus stílusú, egyemeletes, impozáns városházát 1914-ben Welder Gyula tervei szerint alakították át az egykori reformkorban épült magyar királyi szállodából, amelyben Ferenc József császár és király, valamint kísérete két alkalommal is megszállt. A klasszicista stílusú volt vármegyeházán működött már szociális otthon, varroda, levéltár, művelődési központ és katonai kollégium. Ma, visszaállítva eredeti állapotában, kulturális célokat szolgál, és a városi tévének is helyet ad. Figyelj, mindjárt kezdünk! 4 hónapig tartottak a felújítási munkálatok a Szent Háromság plébánia templomban. Az épületet irodalomtörténeti emlékhelynek is tekinthetjük, hiszen a falai között hivatalnokoskodott a 19. században a szlovák nemzet Petőfije Jankó Král és a magyar irodalom két nemzetközi hírű alakja Mikszáth Kálmán és Madách Imre. A bálterem máig őrzi nem csak a régi bálok, de Madách és felesége Fráter Erzsébet találkozásának emlékét. A város legrégebbi épülete a barokk stílusú római katolikus templom, amelyet Balassa Pál építtetett 1740 és 1746 között. A jobboldali mellékoltáron lévő ezüst keretű üvegkoporsó Szent Felícián erekéjét őrzi, melyet 13. Kelemen pápa ajándékozott a templomnak 1759-ben. A Szent Anna oltár erősen befeketedett képét Maulbercs festette. A vármegye házával szemben a tér másik oldalán a zöldre festett kúria jellegű épület Munk Dezső tervei alapján 1913-ban épült. 1990-től a városi képtár otthona, amelyben a városban élő vagy innen elszármazott képzőművészek többek között Szabó Vladimir, Jánosi Ferenc, Farkas András és Réti Zoltán művei láthatók. A II. Világháborúban semmisült meg a város nevezetessége, Közép-Európa egyik legnagyobb, 4000 főt befogadni képes ortodox zsinagógája, és lett a haláltáborok áldozata, a város korábbi virágzásában nagy szerepet játszó zsidóság. A kisszámú túlélő az elmúlt évtizedekben elvándorolt. Ma már csak a zsidó gyűjtemény és kiállítóterem, és az országban elsőként védetté nyilvánított, több mint 3000 követ számláló zsidó temető több száz éves sírkövei emlékeztetnek a hajdan nemzetközi hírű közösségre. Balassa gyarmatot 1950-ben megfosztották megyei közigazgatási központ szerepétől. A visszafejlesztésre ítélt települések közé sorolták. A 60-as, 70-es években számos budapesti nagyüzem telepítette le leányvállalatát Balassa gyarmaton.
A rendszerváltást követően az egykori vállalatok nagy része bezárt, vagy minimálisra csökkentette termelését. A legjelentősebbek azonban a privatizálás után is meghatározói maradtak a városnak. Az ipari park létesítése, valamint nemzetközi jelentőségű multinacionális cégek letelepedése törte meg a negatív ipari foglalkoztatáspolitikai tendenciát. Az Európai Uniós csatlakozást követően az egykor visszafejlesztésre szánt határmenti városka az utóbbi fél évszázados elválasztó szerepe helyett összekötő szerephez juthat, kedvező körülményeket biztosítva az itt élő jó palócoknak és Tóth atyafiaknak. A 3 hektáron létesült Palócliget a város központjában helyezkedik el. A parkban építették fel az első világháborút megelőző hónapokban a Palóc Múzeumot. A 19. század végén Erzsébet királyné tiszteletére telepített parkban 100 évesnél is idősebb hárs és juharfák, valamint amerikai mocsártölgyek találhatók. Az eklektikus stílusú Palóc Múzeum a város szülöttének, a 19. századi neves történésznek Nagy Ivánnak a hagyatékából, szintén Velder Gyula tervei alapján eredetileg is múzeumnak épült. A Palóc vidék egyik legszebb és legjelentősebb néprajzi gyűjteménye található itt. Balassagyarmat és térsége Magyarország egyik leggazdagabb népi hagyományokkal rendelkező archaikus vidéke. Különösen a népi vallásosság, az élő népviseletek, a népi gasztronómiai, valamint egyes folklorisztikus hagyományok őrzése és bemutatása terén idegenforgalmilag is érdekes, fontos értéket képvisel. A múzeum mögötti területen tekinthető meg a több mint 200 évvel ezelőtti Palóc népi építkezést bemutató falusi ház, illetve az ahhoz kapcsolódó gazdasági épületek, valamint egy Szent Anna kápolna és egy nagyméretű faragott feszület. Évente, július végén, Szent Anna napjához közeli napon rendezik meg Jézus Krisztus nagyanyjának, Szent Annának a tiszteletére a palócság egyik legnagyobb és legszínpompásabb népi vallásos zarándoklatát, az úgynevezett Palóc búcsút. A város nyugati széle közvetlenül határos a Duna-Ipoly Nemzeti Park egyik jelentős természetvédelmi értékével, az úgynevezett Ipoly-szögi égerláppal, amely 106 hektárnyi védett területen található meg.
a mindössze 3 kilométer távolságban elterülő Nyírjesi tórendszer és környéke szintén védett természeti érték. Az itt található források sokasága táplálja a terület tavait, ami a horgászási, túrázási, sportolási lehetőségeivel és szállásaival a helyi lakosság pihenését, valamint idegenforgalmi célokat szolgál. A focipálya és az 1930-as években Hajós Alfréd, első olimpiai bajnokunk által tervezett városi strand is a kikapcsolódást, a szórakozást szolgálja. Balassagyarmat a léptékét messze meghaladó szellemi örökséggel rendelkezik, hiszen ehhez a történelmi kisvároshoz olyan szellemi nagyságok kötődnek, mint a már említett Madách Imre, aki nem csak hivatalnokoskodott itt, de ennek a városnak volt választott országgyűlési képviselője. A Palócország írója Mikszáth Kálmán számára a várost szintén Balassagyarmat jelentette, ahol írói pályáját a helyi sajtóban elkezdte. Itt született rózsavölgyi Rosenthal Márk, a magyar csárdás műzenéjének megteremtője, aki visszaemlékezésében elmondja, hogy kisgyermekkorában a balassagyarmati verbuváló muzsikus cigányoktól leste el a hegedű virtuozitása alapjait. De ide kötődik Gyarmati Balassi Bálint, Szabó Lőrinc, aki verseiben tündérvárosának nevezte Balassagyarmatot, az Adi előfutár Komjáti Jenő, Farkas Ferenc zeneszerző, Kondor Ernő és Szerdahelyi János, Szabó Vladimir, Horváth Endre, Réti Zoltán, Farkas András, Párkányi Péter képzőművészek, Tolnai Klári és Markó Iván balettművész. Balassagyarmat léptékéhez mérten iskolaváros, hiszen 4 általános és 6 középiskola mellett 2004. szeptembere óta a Gyöngyösi Károly Róbert főiskola szervezésében Balassagyarmaton kihelyezett, akkreditált felsőfokú szakképzés indult, amely alapján 2006. szeptemberétől főiskolai alapképzésben vehetnek részt a vendéglátóipar és az idegenforgalom szakterülete iránt érdeklődők. A város legnagyobb kulturális létesítménye az Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár. Az épületben 2 középiskola, 1 könyvtár és 1 művelődési központ kapott helyet. Az egymás mellett működő 4 intézmény kölcsönös együttműködése egy komoly szellemi műhely kialakítását teszi lehetővé. Az intézmény ad otthont a Horváth Endre balassagyarmati grafikus művészről elnevezett galériának is, ahol kortárs, képző és iparművészeti időszaki tárlatok láthatók. A város kulturális és sportrendezvényei közül immáron évtizedek óta országhatáron túli ismertséget és elismertséget vívott ki magának a város évente megrendezésre kerülő nyári zenei és művészeti fesztiválja, valamint a nemzetközi triatlonverseny és a nemzetközi gyaloglógála. Az Ipolyparti kisváros története során többször elpusztult és újjáépült, kicserélődött lakossága. Mégis képes volt a megújulásra. Sokszínű, gazdag kultúrájú, befogadó mezővárossá vált. Végvár helyett megyeszékhely, katonák helyett kereskedők és iparosok, földművesek és hivatalnokok. Ma ismét egy megújuló, változó város. A Palócföld fővárosa.